Sziasztok, én Alba, és itt vagyunk az Epic 2020-ban, és folytatjuk tovább a karriermódunkat. Ugye a saját csapatost, a brazil nagy díjjal. És ugye ez már az utolsó előtti verseny, és végén az első szezonnak. És így az előző verseny hétvégén elértük a kitűzött célt, ugye a szezonban, mégpedig a kettős pont szerzést. Kihasználtuk a többiek hibáját, ugye meleg hibázottak, egy kb. Kétszer is nekem jött a egyik kanyarban is, az ugyanott. De a lényeg, hogy nekünk az jól jött. Hoppá! Első is lesz a futam. És ugye a látépének is ott van az egyetlen egy pontocskája. Na kezdik az első szabad edzést, én azt mondom. Mondjuk a második az pont jó lesz, hogy ott lesz esős, ugye? Mivel azt hiszem az időmérő nem lesz esős. Szóval lehet az időméréskört azt most csináljuk meg. A második, vagy más csinálunk, majd mindjárt megnézzük, hogy hogyan lehet ez a legjobb. De nem mindjárt kiderül. Imádom ezt a pályát. De egyik legjobb. És ugye ez száraz lesz. Rosszat nyomtam. Ugye ez esős lesz. Megint száraz. Fú, a napsütés lesz az időmérő. És a futam vége fele száraz is lesz, aha. De jobban az esőseket gyakorolnunk. Jó, most kezdjük az időmérős körrel. Okay, this is a quali sim. We've estimated the times our closest rivals will be doing, so that's what we need to beat. Talán meg lehet. Hát így már sejtelen. Nem volt az olyan rossz végül is. Na, csináljunk meg a gumikezelést, és csináljunk meg, mert ugye a szárazon jó megcsinálni.
És ugye a második, meg az üzemanyagos lesz, meg a versenystratégia, és a másik kettő meg marad a harmadik szabad edzésre. This test is all about tire management. Try to control the slip through each corner and take extra care putting the power down at the apex. Na, ez szép volt, ez az első kanyar. Jó sok időt nyertem szerencsére. Na mancs, a zöld. Na mindegy. The session has drawn to a close, so let's review our top three. Bottas, Vettel, and na gó, második szabad edzésre. És akkor ugye itt a versenystratégia, meg a üzemanyagos programot fogjuk megcsinálni. Itt elgondolkoztam, hogy még is akartam. Give us some consistent laps, please. We're looking for good data that we can work into the race strategy. Nagyon jó. Minden szépen érintették a csúcspontot. Nagyon fasza.
conditions, you'll be driving into a lot of spray when there's a car ahead of you. Pirelli's full wet tyre can shift about 65 litres of water every second, and a lot of that's going to end up on your visor. Make sure you give other cars plenty of room. There's no need to risk the car too much in this session, okay? Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. És ugye, hogy megkezdjük majd a második szezont, ugye az autó egy teljesen más színezést fog kapni. Teljes mértékben egyik szín se lesz rajta, ami most rajta van. Bele is van készítve, hogy mi lesz az, de majd azt majd meglátjátok ott, hogy milyen lesz. De szerintem nagyon fog itt nekem, legalábbis nagyon tetszik, amit találtam. Ja, és ugye, hogyha azt a szint rárakom, akkor ez ugye végleges lesz, nem fogom szezon közben cserélgetni. Mint ugye ezeket is. Azt mondom, hogy a harmadik színe ennek a kocsinak ebben a szezonban. Suggest the rain is going to be lightening up over the next 10 to 15 minutes or so. You should start finding more grip as we clear the standing water. Hát ez minden már sima ügy lesz. Okay, super job so far. We're getting great data. Jó, és visszamegyünk, mert csak még az üzemanyagos programunkat. We're testing fuel management here, so try to lift and coast going into the corners. Don't be too aggressive on the power, but remember, you still have to beat the minimum lap time. Ebben már sokkal nehezebb amúgy ezt megcsinálni, mint az előző játékokban.
Csak zöldre jött össze. Próbáltam volna trükközni kicsit, de csak zöldre jött össze, ugye? De nem baj. És menjünk a harmadik szabad edzésre. Amikor az idejem erre szerintem gyors lesz, mert nem fogunk bejutni szerintem a Q2-be. Legalábbis én nem látok rá esélyt. Így a szabad edzés programok alapján, hogy nem lesz esélyünk szerintem. De ez majd ki fog derülni úgyis egy pár perc múlva. Through as many corner gates as quickly and precisely as possible. Remember to activate your DRS in the DRS zone as well. Ja, de vakas. Hát ez nice volt. Na simán sikerült lilára az összes kanyar. Egyetlen egy zöld nem volt benne. Na és még maradt az elszes program. Efficiently throughout the lap to hit your target time. The overtake button will drain the battery quickly, but it will also give you maximum power.
Király, király. Két lila edzésprogrammal végeztünk, ez nem volt annyira rossz. Bár mondjuk, ha jól elmészek vissza, akkor csak a időmérős nem sikerült. De az is csak épp hogy. Szóval összességében jók voltak ezek a szabad edzések. Főleg nem kell választani riválist. Hát nem olyan sok pontot kaptunk. Ez visz 842 pontunk van. Friss motor, az kell. Hát olyan nem ártana egy. Ebben nincsen friss cucc. Ha bárkik a legfiatalabbat. Ami ez a 14%-os. Ebben van új. Most ebből sincs. Kérem a 10%-os cucc. Váltó az 35%-os. Hát az kibírja versenyeket már. Ugye nem csak lényegében az időmérőt kell kipírni, meg a futamot, meg a teljes Abu Dhabi hétvégét. És ugye utána nyílt lapokkal kezdünk. Hát reméljük tudok majd igazoltatni azért egy jó pilótát. Oké, azt mondom, hogy Latifi, ha jól teljesít, de kéne valami a célosabb pilóta helyette. Akkor azért, ha úgy van, le tud csapni a pontokra. De ilyen George Russell, vagy Ricardo, vagy énekre gondoltam. De mondom, hogy meglátjuk még ezt, hogy alakul még. Ezt korai kicsit erre beszélni. Kis top speedet adunk a Verdának. Nem így az jót fog tenni neki. Ugye sokat számít majd a elsős versenyen egy picit jobb a végsebességünk, ugye, mert ott nem lehet majd DRS használni.
Na, Grosjeant levertük már először. Ebből nem lenne javítás. De jót tett az autónak, hogy beállítottam ugye a végsebességre. Szerintem még fáradok egy friss szettet és egy kört még csapatunk. Esetem majd meglátjuk, hogy hol végzünk. Jelenleg, hol állunk? Jézus. Kicsivel jobbat megyek, benn vagyok a Q2-be. Mi a szar? Helyet előre jöttünk. Hát,
Lehet menni kéne még egy kört egy friss szettel. Ugye úgy is van. Bőven elég. Gumi meg úgyse kell annyira. Nem, már nem sok kellett volna, hogy okon megnézem. Bár mondjuk felesnek is próbálkozni, akkor úgyse fogom tudni legyőzni. Hát a Renault azért gyors. Hát már Ricardo elől. Várjál már. Te meg vagyok a Q2-be így is. Jesus. Fel se tűnt. Tényleg nem tűnt fel, hogy most én Q2-be vagyok. Nem esett le. Azt hittem, hogy 7 autó fog kiesni, de nem. Hanem csak ugye 6. De előttem még van, nézzetem itt, hogy hol megy a másik autó. Hát oda kéne baszni ez jó körrel. A gyerek jelen, a gyerek jelen. Jó. Hanyadik vagyok. Egyelőre utolsó. Hát 3/10-re van az előttem lévő. Ja, hát ezen ne is próbálkozzunk. Hát ez csak a Q2-nek a vége volt ugye, ami esélyes volt nekünk. Hoppá, kiesett Verstappen. Kvyat, Stroll, Raikkonen, Norris és én. Mert ugye amúgy sem tudtam volna már javítani, mert friss gumim nem volt.
De ez jó, hogy fejlődgetünk, néha el tudjuk csípni a Q2-t, ez már jó, jó kezdés lesz a jövő évre. Meg látható is volt már, hogy majdnem Q2-ből, hogy az előző verseny hétvégén azt hiszem 17. helyen esett ki. Szóval nem csak én vagyok annyira erős, hanem már Latifi is kezd erősödni. De jó lesz ez. Jó, meg lehet Latifi már nem lesz jövőre a csapatban, de az majd kiderül. De egy fix. Ha valamelyik versenyemű pontot szerez, akkor 100%, hogy mellettem marad. És nem változhatok akkor a csapatfelálláson. Na és induljon a verseny. Ugye a motort cseréltünk az előbb, szóval azt nekünk nem kell már cserélgetni. Sőt, nem is kell, ja. Esetleg majd még váltót cserélünk Abu Dhabiban, hogyha az időmérőn hátul végzek. De csak akkor. Mert amúgy nincs értelme. Mert mondom, simán kibírja a teljes szezon már. Welcome along then to the place where heroes and history are made. It's where the 2008 title was decided in the final corner. And it's the place, a year later, that Jenson Button stormed through from 14th on the grid to claim his one and only Drivers' Championship. It's Interlagos, and it's time for the Brazilian Grand Prix. Interlagos, always a very special race here in Brazil. It's a 2.7-mile circuit with 9 lefts and 6 rights for a total of 15 corners. But it's a wet one today, so grip and visibility will be at a premium. Drivers will need to be careful coming up the hill in sector 3, the scene of many an accident over the years. Anthony Davidson also joins me in the commentary box today. Now I want to ask you about Lewis Hamilton. What a season he had. Well-deserved championship victory and the pressure now surely off with the title already in the bag. It really is well-deserved. I wouldn't say it's been a McLaren, a büntetése van. Hát volt egy. És ugye jól emlékszem, McLarent azt nem győztünk le. Na, de mindjárt hogy nézzük a rajtrácsot. Bottas. Emiatt az első sor. Ricardo 5. a szél. Norris, Alexander Albon, O'Connor, Magnussen. Előre jöttem jó pár helyet. Az jó pár mondjuk 2. Aha, Sainz, Latifit is büntették. Szóval egy szerencséje is van. Nem az utolsó helyre indul. Ugye majd fejlesztenünk el az autónál azt a... hogy hogy az üzemanyagban ne kell mindig ennyit vinnünk majd. Azért mindig teljesen tele kell töltenem, hogy normálisan tudjunk futni. Hát... egy gombival megpróbáljuk kibírni a eső végeig. Muszáj lesz, mert nem akarok bemenni még egyszer. Maximum, ha lesz safety car. Amúgy nincs értelme. De mennyire előről még nem is rajtoltam. Jézus, de hidegek a gumik. Csak 40 fokos a bal első. Jézusom. Nagyon melegíteni kell őket. Tíz perc múlva el is áll az eső, vagy újabb eső jön.
is getting lighter now, but it's going to take a while for the track to dry out. Jó, felmelegítettük valamennyire a gumikat. Na nézzük a rajtot. Hú, de jó rajtunk volt. Gasly visszajött erőből. De egy merészebb féktávval feljöttem a 9. helyre. Toljuk le a kont a pályára, legalábbis úgy tűnt. Gasly nagyon tapad rám. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. Nem szakadunk le annyira a Conról. Azt hittem jobban lefogunk, de nem. You're doing well out there, keep it up. We're looking at about 10 more minutes of rain. 10 minutes. Nagyjából ugye 22-23. Körig jósolta az esőt a gép.
meg majd kiderül, hogy ez meg is valósul-e. De elszen is javítani kell majd, mert elég hamar elfogy. Ezt jól elszartam. Okay, the weather's certainly eased off for the time being, but we've still got a lot of standing water out there. We're happy for you to stay out on the inters for now. Akkor már elhúzott egy picit. Ezek is hogy elhúztak a többiektől. Ilyen másodpercet javítottam a leggyorsabb körön. Ferrari-k nagyon lassúak. Úgy tűnik. Mindjárt egy másodpercen belül vagyunk ahhoz képest. Jó, mondjuk semmit nem jelentene, de... azért na.
a 23-as köröket tudjuk csapatni körönként. Akkor milyeneket tud? 24, ha kicsit közeledünk rá. De azt is jön velem. És megint ott a 23-as kör. Nem, á, megcsúszott az autó. Itt eldobta a seggét. És ellát az eső. Lehet látni. Viszont akkor, hogyha esetleg jókor mennénk be, csomó helyet hozhatnék. Meglátjuk, milyen gyorsan szárad ez fel. Hogy fel legyen készülve. Át is váltok a megfelelő gumira. Szerintem közepesebb fogunk csapatni tovább, mert el akarok menni a végéig. Nem megyünk be. Csak hogy egy benyomom, hogyha esetleg kellene. Hát ez így szárad fölfel, akkor egy 5 körön belül szerintem simán lehet menni. Annyiból jó, előttünk ott van a két Ferrari, a két Renault, szóval két helyet szerintem tudni nyernénk. A két Mercedes, ezt nem számítom bele, ők máshol vannak elől.
overtake Button more, it's time to utilize some of this energy. Hú, de elment okon. 1-8-ra van. Gap to car in front is 1.7 seconds. Egy 19-es kör. Innen látszik, hogy javul a pálya állapota. No need to worry about tire condition for now. Everything's looking good. Gasly az még tudja tartani a tempót. Hoppá, valaki kiment a boxba. Jó volt az. Küljet. Egy helyet már nyertünk. Ugye amíg az fel nem szárad, addig ki nem megyünk a boxba. Hülyeség lenne ki menni. Abba a körben nem volt kint senki. The track is drying, but it's going to take a while to clear the standing water off the line. Don't start thinking about slicks just yet. Na, két felre picit elhúzott Ricardo-éktól. Okay, gap ahead is 1.6 seconds. Leading our teammate by 22.1 seconds. 21. helyen. Jézus, az utolsó előtti. Na, Kvyat miatt az utolsó előtti? Nem. Kvyat az kijött eléjük.
következő körnek a elején, vagyis a célegyenesbe. Megkezdem a mérnököt, hogy mi a helyzet az esővel. Lehet felrakni a slickeket. Ja nem, az Inter a legjobb még, azt mondta. Akkor maradunk kint. És senki nem volt bent még, Kvyaton kívül, előlem legalábbis. Azt, hogy mögülem volt-e valaki, arról fogalmam sincs. Na már kezd kisütni a nap. Újabb egyéni leggyorsabb kör. Lassan száraz. Sőt, ez kifejezetten száraz. Mi az Isten volt ez? Oda van a kopva a gumik. Jó, nagyon büdös a box utca. Norrisnak valami gondja van. Van. Már délre is lehet aktiválni. Jókkal jöttem be pont.
charge is high. Let's use that overtake button more. Mi? Van, aki komolyan lágyra vagy interre cserélt? Nicholas is coming in for a stop. Jól láttam, hogy volt olyan. Ja nem. Okon kimaradt, előlem szól, még egy helyet fogok előre jönni. Is ahead of you. The gap to the car ahead is 26.8 seconds. They're on fresh softs. We think they've got one more stop. Fette, kimegy még egyszer. Én nem tervezek, ezért is rakadtam fel a közepest. Van. Sajt ennyi is volt. De egy ideig át fogom menni a leggyorsabb kör. Akkor még gázt is megelőzte. Sajt Räikkönen is. Mondjuk Räikkönen az nem, azt nem szoroz. Ugye menni fogom majd még egyszer a boxba. Ki van előttem lágyon? Az első hármas és Vettel. Magyarul négy autó, de az első három az olyan messze van, hogy max ebből egy hatodik hely jöhet össze, ha nem jön safety car. Ugye? Látod, hogy miért rakadtad fel? We're leading our teammate by 26.1 seconds. They're on fresh softs. They're in 21st. The time last lap. Sima lágyat rakadtad fel is. Egy 9-es kört ment Hamilton. Milyen kört mennek Ricardoék? Egy 18, Perez egy 17, Vettel is egy 17. Hát jelenleg akkor nem közeledek rá, de nem is vagyok annyival lemaradva. Gap to car in front is 6.6 seconds.
Egy 9650 Hamilton, az nem semmi. Na jó, kérdés már csak az, hogy Vettel mikor fog kimenni. Gasly-val szemben már védekezni kell. Jönnek Raikkonenék is. Okay, gap ahead is 7.7 seconds. Ó, nem a belső hívre ment. A kivére visszahoztam. Most messze van, de viszont DRS-en belül. Front is 7.9 seconds. Nice system. Full course caution. The safety car is out. Pare. We need to keep it positive. És ez a Bottas esett ki, szóval egy helyet előre jövünk. Nicholas in the pits. De jó teszi. Á, nem megyek be, nem akarok kockáztatni. Ez a hatodik hely, az egész patent.
és Vettelben volt. És Leclerc vezet. Vagy vezetne. És jelenleg azt hiszem Ricardo vezet? Szerintem Ricardo vezet jelenleg. Ja, Ricardo vezet. Perez a második, Leclerc a harmadik. Oda Gasly is milyen jó pozíció van. Hatodik helyen. És hogy az alfákat szerintem meg fogjuk előzni így. Azt hiszem két pontra vannak tőlünk, és Räikkönen is megy be majd szerintem. Harmadik hely! Jesus! Az az löki. De baj, Perez egy túl gyorsak. Az őket megelőzzem. Hamilton bepróbálkozott.
be akart tenni belsejébe, ha nem jött be. Na valakinek ha megint gondja van. Mi történt? Hát ott történt valami. Ja nem, csak Fettel ment neki az egyik Red Bullnak. Nem Fettel, Albon volt. Elfékezte, Fettel ráfordult és... picit megpördült. Ja, akkor nem műszaki hiba történt. Na, az nekünk nem fog segíteni, hogy nekik lesz DRS-ük. Mert az ezt az egyeneseket tartogatni, ott sokat tudnának rám jönni, de ezzel legalább tudok valamennyit védekezni. Tízes kölcs, Jézus! Mondjuk egy Ricardo-nak megvérem a futamot. Ú, de jó, hogy támadják egymást. Szerencsére annyira nem lassú az autó, annak a egyenesnek a végére nem érnek utol. Csak mellém tudnak jönni, ugye? De megelőzni nem tudnak. Pont hülyeséget beszéltem, utol érnek nyilván, de nem tudnak mellém jönni. Teammate behind is 8.5 seconds.
Perez megelőzte Ricardót. Jézus! Elvette Perez a Renault győzelmet. Mármint azért értettem, hogy a Racing Point az gyorsabb, mint a Renault. De hogy támadják egymást? És Vettel megmutatta a leggyorsabb kört, akkor valószínűleg kiállt még egyszer. Rain is forecast in just over 10 minutes. 10 perc múlva jött volna az esély. Shit. Nagyon közel van Hamilton. Hú, ez ilyen szoros befutó volt. De megvan a harmadik hely. Sainz tett a nap versenyzője. És Hamilton bajnok. Ezt meg nem gondoltam, hogy így tartom őket majd. Well, they played the safety car to absolute perfection. There are so many factors to worry about once the race. Hát ez mindenféleképpen meglepetés dobogó. Do you have the space behind you? How much fuel can you save? If you answer teljes egészében, you'll have a good chance. And that's exactly what happened today. Racing Point's performance today has shown that they can be competitive. Na, és akkor Perez nyert, Ricardo is én előttem. Making their way out to the podium now as we speak. And the reaction from the crowd must be incredibly uplifting for them. Pedig Ricardónak állt az ászló safety car után, de Perez Racing Pontja gyorsabb volt.
some amazing talent out on the track today, but Anthony, who would you pick as your driver of the day? Két McLaren pontot szerzett. Gasly 6. helye is erős. Na és maradtunk a 7. helyen. But it's another clear win for Mercedes as they managed to secure the control. Perez az följött mögénk. An incredible performance for the whole team. Elég szorosan. Also a strong showing from the McLaren team today. És a konstruktőrben megelőztük az Alfa Romeo-t. Well, and then to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us. McLaren is följött egy helyet. Szóval mind a ketten jöttünk egyet-egyet. Király, fejlődgetünk. Ó, mennyi lóvé. Először is nézzünk fejlesztést. Mondjuk motortéren jók vagyunk, inkább aeróba kellene fejlődni, csak oda, hogy nem tudok csinálni semmit. Ahogy édesem, akkor motor lesz. És ez december 2-ára fog megjönni. Hát is az Abu Dhabi futam után már. Okay, we've had the new parts come through from the fabrication process. Megjött hamarabb. Jaj, ez nem az volt. De viszont terébe megelőztük a házt. Na, zsír. Jövünk felfele. Na hát remélem élvezhető volt ez a stream, mert legközelebb minden fogjuk folytatni. Hogyha tetszett, akkor csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel a YouTube-on, vagy kövessetek be egy Twitch-en. Facebook oldalam, GTA Crew, minden elérhetőség ott lesz lent a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!